Szamosvölgyi Péter, Sátoraljóhely város polgármestere tájékoztatta a lakosságot, hogy a Magyar Honvédség toborzóirodát nyit Sátoraljóhelyen a Sétáló utcában, amely napi 8 órás nyitvatartással és állandó személyzettel várja az érdeklődőket. A toborzóiroda körzeti feladatokat lát el Zemplénben. Többszörösen fontos ez nekünk. Hát az, hogy a városközpontban egy ilyen intézmény egyik kis kihelyezett egysége megvan, ez már önmagában jó. A másik, hogy a honvéd kadétképzés folyik a Kossuth-Lajos gimnáziumban, amelynek a jó kapcsolatok képzése okán szerves együttműködését fogja képezni ez az iroda és az iroda személyzete. Harmadrészt pedig mi is szeretnénk egy honvédelmi sportközpontot létesíteni, és ezek a kis apró egységek azok, amelyek és ezek az apró lépések azok, amelyek elősegíthetik azt, hogy ezek az elképzelések, ezek a programok megvalósulhassanak. A temetőfenntartóval sikeres szerződés hosszabbítás történt, így a városvezetés reméli, hogy rendben lesznek az önkormányzati fenntartású temetők a jövőben is. A megismételt közbeszerzési eljárás sikeres volt, a Virágkertem Kft. Nyerte el újfent a temető üzemeltetésének a jogát, de azt kell, hogy mondjam, óvatosan fogalmazva, hogy polgármester egy elég komoly tárgyalási sorozaton volt túl az ő vezetéssel annak tekintetében, hogy a temetőben nem csak a jeles ünnepekhez közeledve, hanem az év minden napján sokkal, de sokkal rendezettebb állapot legyen. Ebben mindenféle egyéb partnereink is voltak, a városellátó szervezet és a büntetés végrehajtási intézet. Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, mind a Kft.-nek, mind a BV-nek és végül, de nem utolsó sorban a városellátó szervezetnek is, mert szépen rendbe tudták tenni a temetőt a halottak napjára. Én azt gondolom, hogy méltó volt a hely és a helyzet a emlékezésre, szeretteink sírjának meglátogatására, és nagyon bízom benne, hogy ez az elkövetkező időszakban a jövőben így is fenn fog maradni. Hasonló színvonalú munkát kérünk és várunk el a temető üzemeltetőjétől. A tájékoztatóban kiemelten foglalkoztak még az illegális hulladéklerakókkal is, melyek felszámolására támogatást is elnyert a város.